Sziasztok, Bakonyi Panni vagyok, edző és jógaoktató az Enjoy mozgásműhelyben. A Fuss Nórival program folyamán az erősítő edzéseket és a nyújtásokat fogjuk együtt csinálni. A futásban én ugyanazt a flow áramlás élményt keresem és szeretem, mint amit meg tudok élni a jógában is. Az, hogy valahogy kívül megszűnik minden, a helyére rázódnak a dolgok és boldognak érzem magam. Az edzésekkel abban foglak segíteni, hogy ne legyen semmi akadálya a fenti érzések megtapasztalásának. Csináljuk végig együtt! Sziasztok, Bene Marci vagyok. Az olimpiára való felkészülésem alatt több száz kilométert bringáztam és futottam, hogy az állóképességemen dolgozzak. Ezeket a tapasztalataimat és a személyi edzőként szerzett tudásomat ötvöztem, hogy az alábbi 6-7-es futóprogramot összeállítsam. A következő hetekben olyan változatos kihívásoknak nézhetsz majd elébe, amelyekkel nem csak hogy töretlen lesz a felkészülésed, de a 10 km lefutásánál is már csak az élményre kell koncentrálnod. Kb. 10 évvel ezelőtt teljesen véletlenül futottam le az első 10-esemet. Egy iszonyatosan nehéz nap után, amikor minden összejött, csak így nekiindultam a világba, felmentem a Várba, Tabánba, össze-vissza, föl-le. A végén realizáltam csak, hogy mennyit futottam, és azt az érzést, hogy így minden kitisztult és kisimult belül, és én azóta is ezt keresem a futásban, meg is találom, és ezért szeretem. A futásban legjobban azt a szabadságot és suhanást szeretem én is, amiről oly sokan beszélnek. Legszívesebben pedig a természetbe megyek kifutni. Azt hiszem, az a legjobb tanácsom, hogy élvezd nagyon és ne vedd túl komolyan magadat. Ez a program és ez az egész futás érted van, és nem te vagy a programért vagy a futásért. Érezd nagyon-nagyon jól magadat végig. A felkészülőknek azt a tanácsot tudnám adni, hogy próbálják meg félretenni az egójukat. A programban megjelöltünk bizonyos légzés fajtákat, amikre, hogyha oda tudnak figyelni, még akkor is, hogyha ez őket lelassítja egy gyalogulási sebességre, akkor biztos, hogy sikerrel fognak járni.